Lengyelország és Észtország sem engedi felségvizeire azt az orosz oktató vitorlást, melynek jubileumi 100. tengeri útján az Állami Tengeri Műszaki Egyetem hallgatói utaznak a fedélzeten. Az egyetem a krími Kercsben működik, így ha a Svedov nevű hajó kiköthetne Lengyelországban és Észtországban, az a két ország illetékesei szerint ellentétben állna Ukrajna területi egységének tiszteletben tartásával. Novemberben ukrán hajókat támadtak meg a Kercsi szorosban, és 24 tengerészt még mindig fogva tartanak Oroszországban. Egészítette ki a kikötési engedély megtagadásának indoklását az észt külügyminisztérium politikai osztályának általános igazgatója. A Kercsi szorosban történt novemberi incidens során lövöldözésbe keveredett egymással az orosz parti őrség és 3 ukrán hajó. A hajókat végül az oroszok lefoglalták, 24 tengerészt pedig tiltott határátlépés címén őrizetbe vettek, ellenük eljárás indult.